Na, hello Röfik, szevasztok, én Dávid vagyok, és tudom, sok mindenre számítottatok, de arra nem, hogy vlog videó lesz. És hát igazából úgy gondoltam, hogy ha már van sok dolog a csatornán, próbálom tartani azt a sok dolgot, és nem tudom, hogy miért nézek így bele a kamerába. És hosszú út áll előttünk, igazából nemrég végeztem az iskolában, 8 óra, easy. És hát, mit csinál a rendes gyerek, suli után hazamegy? Amúgy nem. De most mi azt fogjuk tenni. Igazából a mai napról annyit kell tudni, hogy egy hatalmas fos volt, már nem azért. És hát igazából ennyi az egész dolognak. Rohadt hideg van, a kezeim szarrá van a fagyban. Fájnak is. Az egómat kikészítették már ma. És hát égtünk, mint a Reichstag némelyik órán. De amúgy teljesen konkrét óra számok voltak. Óra számok, miket beszéljük végre. Óra számok. Kocsi mögöttem, előttem is. Mindenhol kocsik vannak, hihetetlen az dolog. Aztán veletek mi van? Nem szeretnék még hangosan beszélni, mert azt hiszik, izé vagyok. Megnézek itt az emberek, ami hülye gyerek itt beszél valamivel, ami igazából a telefonom. És hát, hogyha már van, akkor még ne beszéljek vele. Mint a faszomat érdekli. Menjünk csak. Aztán, hogyha lesz sikere, akkor majd még lesz ilyen vlog videó, majd. Aztán majd foglalkozunk még többet vele. Ezt igazából csak azért csinálom, hogy mennyire tetszik így a népnek ez a dolog. Vlogolunk így össze-vissza, hogy a városban nézzétek, milyen szép a város. A város, hát ez egy pont egy kihalt rész. De az a nélkül, hogy itt van egy iskola, nagyon szép, zöld. Az én fejem még mindig ugyanolyan szar. Nem cseréltettem le. Mellettem panelházak, tömkelegre, itt a betontöm. Aztán hamarosan elérünk is párhoz. Ott árgyalunk. És hát nem most párunk keresztül, az egy kicsit kemény lenne a dolog. Aztán mögöttünk jön valaki? Nem látok arra. Fényviszonyok. Nem jó. Szar le. Megyünk, mendegélünk a mandarin. Az út az tiszta ilyen redva. Kerülgetni kell, mint az aknapályákon, baszki. Belelépek valamibe, aztán úgy maradok. Ha nézzétek meg, milyen ronda. Nézzétek, mekkora pocsolya ott is, bassza meg az ég. Annyi van, mint az állat. Belelépek, aztán két napig mosom a cipőmet, mert tiszta retek. És nem szedi le semmiféle súrolószer. Mögöttem menők. Átkelünk egy kisebb útszakaszban. És akkor található mellettem, miért tartom igen pofámba kezedje a kamerát, található jobbra egy játszóteret. Mellettem köszönő gyerekek. Nem tudom miért köszöngetnek, nem kéne köszöngetni. Mindjárt elébe fölcsökölnek, aztán tiszta vízben megyek haza. Full patent. Itt egy edzőterem, ez Magma, ha jól tudom. Itt lakok 16 éve, de nem tudom, hogy ez melyik. Igen, ez a Magma. Fantasztikusan rájöttünk. És akkor mindjárt odaérünk hozzá a spárhoz is. Itt épületek, itt is egy panelház. Aztán, ja. Odaérünk mindjárt a spárhoz, azt figyeljétek. Hú, de közel van mi. Tetszik nektek a spár. Telébe fröcsököm, meg én nyakon baszom. Aztán meséljetek, srácok, nektek milyen volt a nap, jó? Mi? Vagy nem? Hát, azt tudja. Azon gondolkodok, hogy mivel kéne még így a vlog mellett foglalkozni. Sokszor megfordul ez a gyomba. Szabad időmet mivel tudom elcseszni, főleg hazafele. Hát szerintem az a legmegfelelőbb, hogy gameplay-eket gyártunk, mint eddig is. Hogyha nem, akkor nem, akkor vlog. De kiderül. Igazából, ja, ennyit kell tudni az egészről. Mögöttem egy térség, emberek mindenhol, panelházak, én, és egy random építkezés a házam előtt majd, hamarosan. Egy hatalmas darú látható, hogyha játszódik. Nem tudom, hogy látszódik-e. A képernyőm az tiszta redva, tiszta víz, hihetetlen.
Itt az a szerencsé, hogy amikor jön az ember haza, akkor így tökre kihalt területen jön végig, és így nem kell attól tartani, hogy ki fog belepofázni dolgukba. Mentem szkinnyedek. Jó emberek. Random lámposzlopok találhatóak. Nem tudom, miért pofázok ennyit. Lámposzlopokról szerintem láttatok ti is eleget. Ha nem unatkoztok csak. Itt elbaszhatjuk magunkat a zebrán, egy autó, amit nincs zebra amúgy. Semmi nincs, kihalt rész, és nem tudom meg, miért forgatok minden. Na mindegy, hát. Hamarosan hazatérünk. Egy olyan körülbelül 5 perc, se 3 most már. Random tanulóvezető, most tanulvezető gondolom. Vagy csak a sofőr ilyen. Nem, ez tényleg tanulóvezető. Kis kocsik. És hát itt az a nagy építkezés, amit mutattam, mindjárt megmutatom még egyszer. Ott az építkezés, ott látni embereket is, munkásokat. Olyan jó, szaftosan tudnak káromkodni reggel, amikor fel kell az ember egy jó kurva anyádra, vagy az, hogy bazd meg, Jani, ráesik a fejemre. Fantasztikus fölkelni rá. Rohadt hideg van, gyerekek, már amivel tartom a kamerát, az elfogyott. És olyan szar. Megoldjuk ma ezt a dolgot. Hideg van. Helyzet még mindig ugyanaz. Aztán én még arra gondoltam az ilyen vlog videók esetén, hogy majd csodáig eljutunk, remélem eljutunk, hogy lesz olyan rész, hogy felveszem zene, meg hogyha random fasz, akkor kivágom, mint most mondjuk, hogy csinálok, de ezt nem szeretném, mivel próbál, ez egy ilyen teszt videó lenne ezzel kapcsolatban, hogy mennyire, hogy tetszik, vagy mit reagál rá. Hát, aki megint így, az kapja be a faszomat, mindegy, nem amúgy. Kellenek az olyan emberek is, akik negatív véleményt alkotnak abban a formában, hogy kurva anyáznak a kommenton, de hát azt el kell fogadni. És hát random munkások itt, akikről beszéltem reggel. Igen. Fantasztikus a dolog. Mindjárt odaérünk a házikomhoz már, nem sok. 3 perc. Azaz. Megy itt már a... Aha. Ennyi valakire rádőr, ez az egy emelet, amit elkészült eddig. Látjátok, megöttem a háttér. Mindjárt rálépek a lábamra. Tiszta sár minden, nézzétek, már cipőm, tiszta red, már kikötöttem, már mindent csináltam vele. Szerintem is láttátok most. Nem sokára odaérünk a megadott helyre. Aztán lepihenünk mára. Ez egy ilyen, nem tudom, hány perc alatt értem haza. 7 perc. 7 percig tart, 7 percet tart a videó. Aztán itt is nézzétek ezt a zártságot, figyeljétek. Tiszta sár, minden víz. Hihetetlen a dolog. Mindjárt megvágyok meg. Elmennek az emberek. Van lehetőbb. Aztán hát igazából a vlog ennyi lett volna. Hazaértünk, sikeresen megadott célunkhoz. A cél az még nem valósult meg, hogy lepihenjünk, de majd meg lesz az is. Aztán majd akkor kommentbe jelezzétek már nekem, firkancsatok oda valamit, hogy van rá szükség a közeljövőben, mert akkor nem fagyasztom a kezemet nektek így hazafele már, ezt még megtartom magamnak. És hát ebbe a szar időbe persze. Na mindegy, akkor köszöntöm a figyelmet, aztán majd lesz valami, majd írjátok meg, mi legyen. Kösz a figyelmet, szia!